Nastrira, Gyisznébüsszel, 1. Beresnye on nas. Ünnepélyes évnyitóval indult a tanév a székesfehérvári Digitális Tudás Általános Iskolában is. A Nemzeti Alaptantervre épülő oktatás a legkorszerűbb digitális tudás elsajátítására helyezi a hangsúlyt, emellett a gyerekek idegen nyelveket is tanulnak. Az iskola a szociális segítségnyújtásra is komoly hangsúlyt fektet, az orosz-ukrán konfliktus óta szívén viseli az Ukrajnából hazánkba érkező gyermekek sorsát, a cél pedig, hogy az ukrán anyanyelvű gyermekek számára olyan tudást adjon, amely biztos alapokat jelenthet számukra a jövőjükre nézve. Mi inkább a belső területekről, tehát az ukránul beszélő tanulókat fogadjuk, azért mert van rá most már egy stáb, hogy az ukránul, de magyarul nem beszélő tanulókkal tudjunk foglalkozni, és ugye a fejlesztési órákon és minden egyéb órán ugye integrált körülmények között megy a magyar tanulásuk, hiszen nagyon sokan közülük itt szeretnének maradni, és azon vagyunk, hogy minél gyorsabban megtanuljanak magyarul. A Digitális Tudás Általános Iskola működéséhez a támogatók is nagy segítséget jelentenek. Az intézmény legjelentősebb partnere a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége, mely a világ legnagyobb jószolgálati szervezeteként működik együtt az iskolával a gyerekek érdekeit, szükségleteit és jövőjét szem előtt tartva. Mi azt szeretnénk, hogy a gyerekek, akik ide járnak, gazdagodjanak digitális tudásban, beszéljenek nyelveket, hát illetve sajátítsák el azokat az értékrendeket, amelyek amúgy hagyományosak is. Tehát mi ezt szeretnénk, ember szeretnénk támogatni az itteni oktatókat. Az iskolába járó gyermekeknek tehát minden segítség adott ahhoz, hogy a legkorszerűbb digitális tudás és nyelvismeret birtokában kezdhessék meg előbb középiskolai, majd pedig felsőfokú tanulmányaikat a későbbiekben.